kérném szépen a hivatal vezetését, hogy valami gyors intézkedést tegyen, mert itt nyakunkba hullik ez a galambriasztó. Tehát itt most már olyan mértékben potyog lefelé a hó hatására, vagy nem tudom minek a hatására, hogy akkor itt jöttünk be, akkor is éppen csendesen hullott lefelé a bejövő ügyfelek, illetve az itt dolgozó kollégák nyakába. Tehát úgy gondolom, én nem akarok itt műszaki embert játszani, de azért mikor egy ilyen műanyag szöget, egy műanyag talpot szíloplaszttal rögzítünk föl, miközben ott van a csavarhely is, azért az ugye elég viccesnek tűnik nekem, de még mielőtt nagyobb baj történik, kérném szépen, mert a kollégák most már marékszám szedik össze, és sajnos a Kossuth-Lajos utcai utcafronton is egyértelműen látható, hogy valahogy nem sikerült ez a dolog. Nem is, ez csak egy hirtelen, most az véget, hogy jöttem be, és ez tényleg lehet, hogy csak műanyag esik az ember nyakába, de ha baj van, akkor baj van. Ennél sokkal nagyobb problémát jelent számomra, illetve úgy gondolom, hogy a telepen élők, és elsősorban az idős emberek számára, van nekünk egy vízcsatorna szolgáltatónk, a Daköv. A Monori Üzemigazgatóság, mint olyan, igyekszik elvégezni a maga tevékenységét azzal a beszorított korlátokkal, amit neki számára a gazdája megenged. De engem azért mégiscsak felháborít, és engedtessék meg, hogy ennek hangot adjak. Telepen történt esemény, ezekről a darálós rendszerűekről beszélünk, hiszen az esetek jelentős részében, ha most éppen nem a vákumszelep száll el, az legalább az egyén nem érinti, mert ott az utcán folyik a fécesz. Tehát az mégiscsak nevetséges, hogy az üzemigazgatóság igazgatója megír egy levelet, amelyben tisztelettel kéri a feletteseit, hogy a mondjuk jelen esetben, nem tudom másképp, a kis szippantó Mercedes javítására szolgáló, mert éppen fék nem volt rajta, költségvetési keretet biztosítani szíveskedjenek, és ebbe akár fél év is beletelhet, mikor ez megtörténik. Tehát azért az a világ vicce, hogyha a Kövász ERT által át nem adott MAN nagy teherautó több-kevesebb sikerrel nem működik, nem csak Monor, hanem a Daköv Monori Üzemigazgatóság ellátási területén, akkor elönt minket az a bizonyos dolog. Tehát az nagyon egyszerű azt mondani egy idős embernek, egy magányos idős embernek, hogy tessék több vizet használni. Mit azt az egy tányérkáját mosogassa egy fél hektó vízbe? Tehát az, hogy azért telnek el, és nem a hálózatos szerelőkkel van a bajom, hál' Istennek azok a srácokkal, le a kalappal a maguk esetében, biztos az a legnagyobb probléma, hogy egyszer használatos kesztyűből nagyon sokat használnak. Én javaslom azt, aki üdögél az irodába, hogy egyszer ereszkedjen le egy ilyen akna aljába. És akkor majd rájövünk, hogy miről beszélünk. Tehát én úgy gondolom, hogy az mégiscsak vicc, hogy amikor itt mi nálunk a településen akut és azonnali megoldásra váró problémák lennének, arra állandóan heteket, hónapokat kell várni. Én nem tudom a megoldást, én nem is akarom a Daköv vezetésének vagy irányítási rendszerét minősíteni, de úgy gondolom, hogy az itt élő embereknek pedig azért lehet az egy jogos elvárása, hogy azért az a szerencsétlen pöce ugyan működjön már. De azt meg ne várjuk el, hogy az most már működik a kis merci, mert a múlt héten úgy láttam, hogy beüzemelésre került, hogy az az egy szál teherautóval fizikailag a gomba, és nem akarom a társult településeket. Tehát valamiféle kicsi rugalmasság, vagy olyan szolgáltató szemléletet, hogy esetleg azok, akiknek tényleg nem tudnak kihez fordulni, vagy önmaguk nem tudják öblítgetni ezeket az edényeket, hogy valamilyen tisztességes és jó, és lehetőleg gyors megoldás szülessen. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm szépen az elnök úrnak a hozzászólást, akkor sorrendben haladva próbálok válaszolni, ugye amire nem tudok teljes körű vagy kielégítő választ kapni, nyilván ott egyrészt mi is tájékoztatást fogunk kérni, másrészt akkor ezt értelemszerűen az elnök úrnak is továbbítani fogjuk írásban. Ugye a galambriasztókat ugye egy monori vállalkozó helyezte el a városházának az épületén, amennyiben ugye ezek nem megfelelően kerültek rögzítésre, vagy van köztük olyan, ami nem megfelelően került rögzítésre, az természetesen ilyen tudomásunk van róla, ugye ez a most a lezúduló hó valóban több ilyet lesodort, úgy ezt garanciában a vállalkozóval meg fogjuk javítatni. Egyébként, hogyha már a képviselő úr felvetette, akkor szeretném tájékoztatni a képviselőtestületet arról, hogy mondjuk a városközpontnak a galambmentesítése érdekében tett lépések között ugye a képviselőtestület megbízott egy céget azzal, hogy ugye egy élő állat befogással ugye befogja, illetve elszállítsa a város központjában található valóban ilyen most már egészen nagyra duzzadt galamb populációt. Ez a munka ez folyik, ugye ez több ütemben fog megtörténni. Mi nem értünk hozzá, de ugye
cég, aki ezzel foglalkozik tájékoztatása szerint, ugye több ütemben, illetve több helyre helyeznek ki ilyen galambcsapdákat. Ugye most a szoktatási időszak zajlott. Ugye az a várakozás, hogy közel, tehát ha nem is a teljes galamb populációt, de 90%-osnál nagyobb hatékonysággal tudják begyűjteni a galambokat. Magyarán mondjuk az elmúlt évben itt tanyázó galamb csapatnak több mint a 90%-át el fogják a városból szállítani. És hát éppen az elmúlt héten kértünk és kaptunk egy tájékoztatást a cégtől arról, hogy ez a folyamat jelenleg hol tart. De ugye mindenképpen az a szakmai javaslat, hogy ahhoz, hogy ez egy tartós vagy hosszú távú megoldás legyen, úgy ezt nem lehet mondjuk egy-két hét alatt elvégezni. Tehát ez a munka folyamatban van. És egyébként az is tapasztalható, hogy ennek a munkának valószínűleg az eredményeképpen azért a galambok most időlegesen olyan helyeken, tehát máshol is megjelennek, ahol például korábban nem voltak. Mondjuk ilyen a Forrás áruháznak az árkádjai. Ugye ennek minden kellemetlen következményével együtt, magyarán azzal, hogy ugye tele van galampiszokkal a Forrás áruház melletti járda és az árkád. Úgy külön kértem és köszönöm a vezérigazgató úrnak, hogy a Kövál ZRT, ugye mint a városüzemeltetési feladatokkal megbízott szakcég, ugye ezekre a területekre is most kiterjesztette a működését, és hát akkor rendszeresen ők ezt a járda takarítást ezeken a helyeken is el fogják végezni. A dakövvel kapcsolatos felvetése a képviselő úrnak valószínűleg jogos, ugye erről a konkrét esetről, hogy ugye valamelyik szippantós autó ugye nem működik, most nem volt tudomásunk, de úgy összességében azt el lehet mondani, hogy ugye nekünk alapvetően ugye a Monori üzemigazgatósággal van, ha úgy tetszik, akkor napi szintű kapcsolatunk és munkakapcsolatunk. Én azt gondolom, a Monori üzemigazgatóság és annak a vezetője tehát minden megtesz az üzembiztos működő képesség megteremtése érdekében, de hát nincs egyszerű feladata, és nem csak azért nincs egyszerű feladata, mert ugye egy viszonylag szűk az anyagi mozgástér, amin belül főleg a karbantartási, meg a nagyjavítási feladatokat meg tudja csinálni, hanem azért is, mert úgy tetszik, a nagy dakövön belül elég korlátozott a pénzügyi önállósága a Monori üzemigazgatóságnak. Ez konkrétan azt jelenti, és ez egy valós, élő példa, hogy mondjuk egy 800 forintos kávéfőző alkatrész beszerzéséhez a Monori üzemigazgatóságnak a nagy daköftől kell engedélyt kérnie, és akkor még az ilyen nagyjavításokról, vagy az eszköz beszerzésekről még nem is beszélve. Tehát én azt gondolom, hogy nem szerencsés ez a működési modell, és köszönöm, hogy a képviselő úr ezt felvetette, mert ugye a Monori üzemigazgató úrral éppen a napokban is tárgyalunk arról, hogy ezt a egyébként most január 31-én soron következő DAKÖV közgyűlésen ezt mindenképpen szóvá akarjuk tenni. Tehát azt gondolom, hogy egy ekkora céget, még ha idézőjelben csak a Monori üzemigazgatóságról van is szó, de ugye ez is több település, tehát egészen ugye Pilistől ő üzemelteti a víz és a csatorna rendszer, tehát egy ekkora céget nem lehet ekkora, vagy ilyen fokú pénzügyi önállótlanság mellett működtetni, illetve nem életszerű, hogy a legbanálisabb és a ilyen kisebb összegű beszerzéseket is mondjuk Bagon vagy Dabason kell engedélyeztetni. Tehát mindenképpen foglalkozunk ezzel a kérdéssel is természetesen. Két lakossági problémát, illetve észrevételt szeretnék röviden tolmácsolni. Az egyik az világítással kapcsolatos. A Kistó és a Domb között van egy széles gyalogút, ami ugye a forgalom elől el van zárva. Azon három lámpa található. A Puskin utca felőli lévő az világít, viszont a középső az abszolút sötét, és a Verespálné felőli az pedig néha villog, de tegnap este az sem világított.
ezügyben kérnénk intézkedni, a másik pedig parkolással kapcsolatos, méghozzá mozgássérült parkolással. A panaszos rendszeresen tapasztalja azt, hogy a mozgássérült parkolóhelyeket jogtalanul használják. Példaként említette a Lidl és a Pedi parkolóját, de ami ide inkább jobban vág, az a hivatal melletti mozgássérült parkoló, amit rendszeresen úgy vesznek igénybe, hogy nincs hozzá kártyájuk, tehát jogosulatlanul, és az utóbbi időben is figyelemmel kísértem, két esetet le is fényképeztem. Mind a kettőnél úgy vették igénybe a parkolóhelyet kártya nélkül, azaz jogosulatlanul, hogy mind a kettő helyet elfoglalták, tehát keresztbe álltak a parkolóban. Ezügyben is szeretnék kérni az intézkedést, hogy a közterület felügyelők hathatósabban járnának ez ügyben, vagy esetleg a rendőrség figyelmét is erre felhívni. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. A kistói közvilágítási lámpáknak a hibájáról, vagy a részleges hibájáról ugye van információnk. Ugye ezek nem a közvilágítási hálózatnak a nem képezik a részét, hiszen ezek ugye egyedileg telepített napelemes ledes lámpák. Jeleztük a kivitelezőnek a problémát, tehát folyamatban van ennek a hibának az elhárítása. Mozgássérült parkoló jogtalan igénybevételével kapcsolatos hozzászólást is köszönjük. Én azt gondolom, hogy a közterület felügyeletnek a figyelmét fogjuk ismételten fölhívni arra, hogy erre különös figyelmet fordítsanak a kollégák. Nyilván lehetőségük van arra, hogy ha ilyet tapasztalnak, akkor, vagy hogyha ilyen bejelentés érkezik, akkor eljárjanak, de természetesen a rendőrséget is tájékoztatni fogjuk erről. Ugye a kapitány úr, vagy a kapitány úr képviseletében az illetékes rendszerint közrendvédelmi, időnként bűnügyi helyettes úr ugye rendszeresen részt vesz a jogi ügyrendi és közbiztonsági bizottságnak az ülésén, és ugye ezen a fórumon szoktuk ugye minden hónapban felhívni a kapitány úrnak a figyelmét például azokra, mondjuk a közrendet vagy a közbiztonságot érintő visszásságokra vagy problémákra, amikre szeretnénk, hogyha mint önkormányzat nagyobb figyelmet fordítanának. Úgyhogy ezt ebben az esetben is meg fogjuk akkor tenni. Hát én, aki a városban az utakat járja, örömmel tapasztalhatta, hogy a négy darab a régen várt gyalogátkelőhely az elkészült, és ezeknek a műszaki átadása is megtörtént, amit a Strázsjogúságban is kíróadtak a lakosságnak. Azonban, aki ezen a gyalogátkelőhelyeken, az ebrákon át akar menni, sajnálattal tapasztalja, hogy hát sokszor egy ilyen ideglenes ilyen szalagkorlátba ütközik, bár több helyen ezek már eltűntek el, fújta a szél, vagy eleményesebbek már eltüntették, szóval az ilyen módon nem hivatalosan azért használatba került, de hát ezt furcsálják az emberek, hogy most ez egy milyen állapot. Másrészt még látható, hogy a előjelző vagy a gyalogátkelő jelző táblán is rajta nincsenek letakarva, rajta van egy ilyen matricával, vagy ilyen szalaggal áttakarva, hogy ezt még ne vegyék figyelembe az autósok. Úgyhogy mind a két oldalról, akár gyalogos részről, meg az autósok részről is van egy ilyen kicsit érthetetlen állapot. De hát, mint ahogy az újság is hívül adta, ennek tulajdonképpen az lehet az oka, hogy ezt van még egy olyan fázisa ennek a történetnek, hogy ennek van egy használatbevétel eljárása, és ezt a NKH Nemzeti Közlekedési Hatóságnak kellene ezt átvenni, és hát ezek szerint ez még nem történt meg, bár az újság szerint ennek május közepén meg kellett volna történni, és hát ebbe kérném hogy a tájékoztatót, vagy a segítségét, vagy közbenjárását a polgármester úrnak, hogy mit lehet ez úgy betenni. Ezzel kapcsolatban még egy másik gondolat, és eszembe jutott, hogy az egy régi szívfájdalma, úgymond itt a monori lakosoknak, de tudjuk, hogy miért nem lehet megoldani ez a vasútállomásnak, Görökertnél van az egy ilyen tervezet, vagy egy zebra, amit oda kellene létesíteni, de hát úgy hallottam, hogy ebben egy kis elmozdulás történt, talán lehet ott a volánnal, meg a hatóságokkal ezügyben is egyeztetni, hát ha ebben is van egy kis előremozdulás. És ettől független a harmadik pontba vagy kérdésbe fogalmaznám meg,
miközben jöttem ide a városba, a Virág utca és a Vad utca sarkán, nekem lehet, hogy optikai csalódás, de úgy érzem, hogy egy fokozatosan így meghízna egy ilyen hirdetőoszlop, vagy egy ilyen beton, egy ilyen henger alakú hirdetőoszlop, vagyis hogy így kezd szélesedni, nem tudom, hogy a fagy hatására, vagy minek hatására. Lehet, hogy csak én látom rosszul, de lehet, hogy ezt meg kellene vizsgálni, ezt a... Plakátoszlop. Igen, ez a plakátoszlop. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A hozzászólásokat. Ugye nem számoltam, hogy hány lakossági panasz vagy észrevétel érkezett már eddig a gyalogátkelő helyeknek a műszaki átadása óta, ami ugye ugyanezt teszi szóvá, hogy ugye miért nincsenek ezek még átadva a forgalomnak. Képviselő úr ugye részben ugye meg is válaszolta, tehát ugye az önkormányzatunktól teljesen független az a hatósági eljárás, amiben valóban a megfelelő ugye közlekedési hatóságok, ugye a Nemzeti Közlekedési Hatóság, illetve az érti járási hivatal egy használatbevételi eljárást, egy forgalomba helyezési eljárást folytat le. Erre várunk, tehát erre az eljárásra várunk. Gyakorlatilag heti szinten kerestük meg az illetékeseket annak érdekében, hogy minél előbb át lehessen adni a forgalomnak ezt a négy új gyalogátkelő helyet. Ugye az illetékes kollégáink a műszaki irodán ugye folyamatosan kapcsolatba álltak az illetékesekkel, elsősorban az érdi járási hivatallal. Ugye annyit sikerült végre elérnünk, hogy jövő héten kedden, tehát január 23-án lesz az a helyszín bejárás, aminek az eredményeképpen nagyon bízunk abban, hogy most már rövid időn belül, tehát még január végére mind a négy zebra forgalomba lehet helyezve. Tényleg nagyon bosszantó, azt gondolom, hiszen egyfelől ugye az önkormányzat hosszas előkészítő, tervező munka eredményeképpen, majd azt követően egy szintén tőlünk egyébként független engedélyezési eljárás eredményeképpen ugye megépítette végre ezeket a zebrákat, majd azt követően hát hosszú heteket, hónapokat kell várni arra, hogy ezek ténylegesen átadásra kerülhessenek, és ténylegesen használni lehessen őket. Még egyszer mondom, nem mentegetőzésképpen, de ugye nem a mi hivatalunk az illetékes, tehát nem mi folytatjuk le ezt az eljárást. Mi azt tudtuk tenni, hogy a lehetőségeinkhez mérten minden illetékes szervnél, meg hatóságnál próbáltuk sürgetni azt, hogy lépjenek, és ugye saját eljárásukban engedélyezzék ezeknek a használatba vételét, illetve a forgalomba helyezését. Szeretném felhívni egyrészt a képviselőtársaim figyelmét, meg a médián, a televízión keresztül a Gemini Televízió nézőinek a figyelmét arra, hogy azok az útburkolati jelek, magyarán az a felfestés, ami ugye ott még a decemberi kivitelezés során megtörtént, ez természetesen csak ideiglenes jellegű, tehát csak egy ugye vízbázisú festékkel lehetett a zebrákat az időjárásra figyelemmel kijelölni. Természetesen ahogy az időjárás lehetővé teszi, akkor már egy tartósabb, úgynevezett egy ilyen oldószeres festékkel is jelölve lesznek a zebrák, de addig nem lett volna értelme ezt a drágább eljárást alkalmazni, hiszen valószínűleg az időjárás miatt nem lett volna tartós. Tehát azért kopik magyarán az a felfestés, azok a fehér vonalak, amik egyelőre ideiglenesen jelzik a zebrát, mert ezek csak ideiglenesen kerültek felfestésre. Ugye a képviselő úr felvetette a Virág utca és a Zady Endre utca sarkán található hirdető oszlopot. Nem árulok el talán nagy titkot, már egy régi vágyunk vagy egy ötletünk, hogy egyszer, ha megfelelő technológiát találunk rá, akkor megpróbáljuk arra az oszlopra az évtizedek alatt felragasztott plakátokat valahogy leoldani, vagy arról az oszlopról leoldani. Én azt gondolom, hogy ott kincseket lehetne találni, hiszen az a hagyományos ilyen kör alakú hirdető oszlop,
már több évtizede itt van Monoron, és hát ugye évtizedek óta gyűlnek rajta a különböző plakátok, tehát én azt gondolom, hogy akár egy ha sikerülne szakszerűen leoldani arról a hirdető oszlopról, akkor akár egy plakát kiállítást is megérne utána az a gyűjtemény, amit arról le lehetne szedni, de mindenképpen én azt gondolom, hogy lenne helytörténeti értéke, vagy kuriózuma azoknak a plakátoknak, amik ott az évtizedek alatt egymásra ragasztottak. Az Ady úti általános iskola előtt ugye található egy rendezett és rendbetett parkoló. Az út másik oldalán viszont ugye elkezdődött az utóbbi hónapokban és az elmúlt években, hogy ugye az le volt védve egy szalaggal, és nem lehetett oda parkolni, viszont az elmúlt időszakban elkezdték parkolást is használni az amúgy zöld felületet, és azt szeretném kérni, illetve javaslatot tenni, hogy az önkormányzat döntse el, hogy ott vagy parkolót hozunk létre kijelölve, és akkor mindenki által használva, vagy az utóbbi, amit én javaslok, hogy a zöld terület rendezése után azt a területet védje meg és tartsa meg zöld területnek az Ady Endre utcán. Köszönöm szépen! Képviselő úr hozzászólását. Hát sajnos, hogy ugye más közintézmények környezetében, így az Ady Endre úti iskola körül sem megoldott a parkolási helyzet, tehát nagyon kevés parkolóhely van. Ugye ráadásul az Ady iskolában, ugye ott az udvaron belül, tehát az ingatlanon belül ugye egyáltalán nincs lehetőség parkolásra. Ugye ez azt jelenti, hogy az iskolába érkező tanárok, illetve a dolgozók is ugyanazokat a parkolóhelyeket, azt a néhány helyet tudják használni, ami a rendelkezésre áll, és ugye nem beszélve a szülőkről, akik a gyerekeket hozzák az iskolába. Mindenképpen szükség lenne az iskola környezetében a parkolóhelyek számának a növelésére. Erre egy lehetőség lenne az, hogyha abból a zöld felületből részben párhuzamos parkolóhelyeket alakítanak ki a közút vagy az önkormányzat, és itt ugye azért van ebben az ügyben is ugye a közútnak szerepe, hiszen ez egy országos közút, tehát az önkormányzat ugye saját elhatározásból nem tud az Ady Endre útra parkolóhelyeket építeni, csak a kezelő magyar közútnak a engedélye, illetve a jóváhagyása alapján, tehát ha az önkormányzat, bárhogy is dönt az önkormányzat, hogyha ugye parkolóhelyeket akarott kijelölni, akkor az első az mindenképpen az lehet, hogy azt ezzel a felvetéssel ugye a magyar közutat meg kell keresni, és az is biztos, hogy mivel országos közút, a magyar közút csak a párhuzamos parkolást fogja az országos közút mellett engedélyezni, ahogy tette azt egyébként más monori főutak mellett is. Testületi döntés szükséges, és hát nyilvánvalóan egy jelentős forrást kellene hozzá biztosítani, amennyiben ott az önkormányzat további parkolókat kíván kialakítani. Ugye, ahogy egyértelmű legyen, tehát az Ady Endre általános iskolával szemben lévő közterületről van szó, ugye ez a gyalogjárda, a kerékpárút és a patka közötti zöld felületet jelenti, ahova valóban ugye egyre gyakrabban, főleg a reggeli, meg a délutáni órákban fölállnak a szülők. Azért azt gondolom, hogy a Kölcsei úton, illetve a Jókai úton is lehet parkolni, tehát aki mindenképpen parkolóhelyet próbál találni, a Kölcsei útnak az első védett szakaszán kívül az ott tud parkolóhelyet találni, illetve a teljes Kölcsei utcában meg tud állni.